magyar, kínai, angol, német, indiai, ez minden a testfelfogás. Mert valamikor mi születtünk már Ukrajnába, valamikor voltunk Törökországba, valamikor születtünk, nem tudom, Amerikába, mindig valamilyen országba születünk, attól függ, mi a karma. Akkor mi most milyen nemzetőségek vagyunk? Magyarok? Magyarnak gondolni magát, ez korlátozni a saját megértését, mert oké, most ebben az életben magyar országban születtem, de előző életben voltam angol. És hogyha mi emelkedjünk ezek fölött, akkor itt lesz a lelki felfogás, hogyha a lélek nem tartozik egyik nemzethez se. Lélek nem magyar, nem kínai, nem indiai. Ugyanúgy Isten, ő nem magyar, nem angol, nem zsidó, ő, mert ezek, még egyszer, ezek a felfogások, ez testazonosok. Isten, ő minden fölött áll. És ugyanúgy mi is, mint lelkek fölött állunk. És ameddig mi a testtel azonosítjuk magunkat, addig fogunk valakit szeretni, valamelyik nemzetet, a sajátot biztos, másokat fogunk gyűlölni, akkor lesznek konfliktusok, háborúk. De amikor felülkerekedjünk a lélek szintre, akkor fogunk látni, hogy igen, Isten minden fölött áll, nem tartozik az anyagi nemzetekhez, és mi se tartozunk, hogy mindenki Isten gyermeke, és mindenkit tudjunk szeretni, és nem fogunk senkit gyűlölni.